2021 kedvenceiről szeretnénk nektek egy kicsit mesélni. Ez most egy lazább hangvételű, inkább ilyen hasznos tanácsokkal szolgáló videó, vagyis hát remélem, hogy az lesz. Én nagyon szeretem az ilyen kedvences videókat, mert tényleg kötetlen, és meghallgathatom a másik ajánlásait, hogy miket szeretett, miket próbált ki, és lehet, hogy elcsíphetek belőle valami olyasmit, amit utána nagyon megszeretek és hosszú távon használok. Fatinak szoktam nézni a kedvences videóit, mert mindig nagyon hasznos tanácsokkal lát el, és nagyon szeretem így listázva látni azt, hogy ő miket próbált ki és miket szeret. Biztos, hogy vannak még dolgok, amiket szerettem 2021-ben, de most próbáltam a legnagyobb kedvenceimet idehozni. Legyen az első kategória rögtön az arcápolás, szépségápolás, a higiénia. Az egyik ilyen óriási kedvencem, mind márka, mind termék kapcsán, az Olmosztól, ez a zseniális tonik. Hát az illata az valami varázslatos, most voltam egyébként a Salon Sophie Zsófival felvenni egy videót, meg beszélgetni, és megmutattam neki ezt a terméket, mert nálam volt, mert ezt is be akartam fotózni, és neki is nagyon tetszett az illata is, és ez már a második ilyen üvegem, és mindjárt az is elfogy. Tényleg minden nap használom, reggel, este, miután megtisztítottam az arcomat, ez az első lépés, miután minden szérumot és krémet rátennék, mert hihetetlen jó alapot biztosít, és tényleg érzem, hogy nagyon szereti a bőröm. Előtte hihetetlenül szeretem a The Body Shop-tól ez az E-vitaminos arctisztító. Egyébként a karácsonyi adventi kalendáriumban volt, és hát valami hihetetlen jó az illata is, minden nagyon szeretem az illatokat. Az illata is nagyon jó, de tényleg nagyon jól habosítható, nagyon krémes, olyan, mintha valami tök jó joghurtot kennél az arcodra, és nagyon alaposan letisztítja a bőrömet. Másik ilyen nagy kedvencem, képzeljétek el, hogy kipróbálhatom ezt az Egót, ezt a kis készüléket, és adtak hozzá ilyen arctisztítót is. Maga ez az arctisztító egyébként vegán, teljesen természetes alapanyagokból áll, illatmentes, szappanmentes és dermatológiailag tesztelt. És az Egóról, hogy mit kell tudni, egy kicsit puskázok, mert nem akarok nektek butaságokat mondani, de egyébként zseniális arctisztító, és nagyon alaposan tisztít, két oldala van, van egy ilyen durvább sörtéjű, ami kicsit így vaskosabb sörtéjű, meg egy kevésbé, nem most fókuszál, meg egy ilyen kisebb, ez meg ilyen durvább sörtéjű, és akkor itt be lehet kapcsolni, tölteni, és egyébként ez az apró szilikon sörték higiénikus tisztítást biztosítanak, mivel a hagyományos szivacsokkal és a csetekkel ellentétben rajtuk nem tudnak megtelepedni a baktériumok. A termék két oldalas, ahogy mutattam, és a feje hámlasztást és arcmasszást tesz lehetővé, amelynek eredményeképpen a bőr ragyogóbbá és puhábbá válik. Mélyen tisztítja a bőrt és eltávolítja a szennyeződéseket, olajok és minkmaradványok 99%-át. 96%-kal simább és tisztább bőr már az első használat után, a szilikon sörték nem tartalmaznak baktériumokat, és 35%-kal higiénikusabb már más arckefékkel szemben, eltávolítja az elhalt bőrsejteket és javítja a bőrápoló termékek felszívódását, finoman masszírozza az arcbőrt és helyreállítja annak rugalmasságát, és minden bőrtípusra alkalmas. Hogyan működik? Ez elég gyakori kérdés. Egyébként fel lehet tölteni, 2 hónapig működik akár egy töltéssel, és lehet sebességfokozatot állítani, percenként max. 8500 rezgéssel hatol a bőrbe, és 3 perc használat után automatikusan kikapcsol. Szóval egyébként már másfél hete tesztelem, és nagyon szeretem. Szerintem zseniális, és Krisztián is ki akarja próbálni. Akkor még ilyen szérum. Az Evolve, az egy így decemberben kaptam a Natural Skin-től maszkot tőlük, meg szérumot, ez például a Hyaluron szérum. Hát nem megy nekem ez, hogy fókuszáljon a termékre, és annyira vicces, amikor így mögé rakják a kezüket az emberek, én olyat nem tudok. Na mindegy, szóval, hogy ez a Hyaluron, ez nagyon-nagyon jó, tök jó állaga van, és hát mint tudjuk, nagyon fontos, táplálja a bőrt, és ugyanúgy az Evolve-tól az aranymaszk, ezt ugye mutattam nektek egy Vlogmas videóban, hát olyan illata van, mint egy ilyen kis tündér sütinek, tündér Magyarországnak, rágógumi, meg vattacukor, meg minden. Nem szeretem az ilyen nagyon gejlédes illatokat, de ez a legjobb értelemben jó illatú, szóval fú, ezt a maszkot imádom. Maradjunk a maszkoknál, The Body Shop.
Bocsi, hogy így darálom, vagy ha úgy tűnik, mintha darálnám, csak nem akarom nagyon hosszúra ezt a videót. Nicaraguai kávés arcmaszk és ez a pumpkin maszk. Mind kettő hihetetlen nagy kedvencem. Én nagyon szeretem a maszkokat. Van itthon többféle, hál' Isten, mert kipróbálhattam párat, és mindegyik body shopos maszkot nagyon-nagyon szeretem, és tényleg egy külön ilyen kapcsolat magammal az, amikor bőre elpolás, hajmosás, zuhanyzás, fürdés van, mert akkor csak magammal foglalkozom, a saját gondolataimban vagyok, szóval szerintem ez egy tök jó énidős gyakorlat és program. És ezeket a ezek a maszkok nagyon nagy támogatói, úgyhogy imádom őket. Akkor arckrém. Igazából többféle arckrémet próbáltam, de amit így kiemelnék, az az Olmosztól. Ez az arcápoló krém. Hát egyszerűen tetszik, hogy van illata, de azért mégis semleges, nagyon jól hidratál, belefér a táskámba, a kis sminkesembe is, úgyhogy ez egy nagyon király krém. Akkor sminktermékek közül képzeljétek, nem nagyon hoztam sok mindent. Amit hoztam, a Maderának ez az ilyen mágneses rúzsa, most is ez van amúgy a számon. Hát egy ilyen nudabb árnyalat. A Natural Skin-esektől kértem, és az egyik smink videóban ősszel talán ezt használtam. Ezt imádom. A self-care-es videómban volt, igen. Úgyhogy ezt nagyon szeretem. Ajakápoló termék még, sütőtök, tudjátok. A The Body Shop-tól ez az ajakápoló. Ez az őszi kollekció volt, nagyon-nagyon szeretem. Anyának is adtam egyet, mert ő is imádja. Akkor maradjunk ezen a vonalon, és ugyanúgy a Vanilla Pumpkin tusfürdő nyerte el nálam az első helyet 21-ben, meg amúgy igazából minden évben, amióta szeretem és használom a Body Shop termékeit, mindig a Vanilla Pumpkin nyeri meg nálam a sort, és ugyanúgy a testva is egy ilyen dolog, úgyhogy nekem ez ilyen óriási kedvenc. Amit még nagyon szeretek, illat és állandó kollekció a Body Shopnál, az a Shea kollekció, és egyébként így megújult a termékeknek a dizájnja, és szerintem nagyon szép. A Shea pedig nem tudom. Szóval ilyen varázslatosan finom illata van, úgyhogy ja, és brutálisan hidratál, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Még ami ilyen termék, az bajom marad ez a dorokkal, nagyon sok bajom van a hónaljamban, és nem tudom, hogy merre induljak, mert tényleg sokszor kipattogzik, meg viszket, meg vörös, úgyhogy most magamnak vettem a DM-be pár napja ezt a na és golyós tezadort. Remélem, hogy látszik. Igen. És amúgy tök jó az illata. Ez hibiszkuszos függés. És amúgy ettől eddig nincs baja a hónaljamnak. Azt nem tudom egyelőre, hogy eléggé felfogja az izzadságot, mert ugye mostanában annyira nem izzadtam, bár ma fogok táncolni meg a hétvégén is, úgyhogy most letesztelhetem azt is. Ha abban is sikert adott, akkor ez egy tök jó dezodor. Ha annyira nem, akkor majd meglátjuk. Akkor haladva tovább, menjünk a könyvekre. Nagyon-nagyon megtetszett nekem. Egyébként egy hete böngészem. Szóval, hogy így még nem merültem teljesen bele, de az Open Books-tól kaptam a Montessori Tipegő című könyvet. Tudom, nincs még gyerekem, de tudjátok, hogy nekem ez egy nagyon fontos dolog. A családalapítás szintén egy olyan dolog az életemben, ami nagyon fókuszban van, és imádom a gyerekeket, és szerintem teljesen mindegy, hogy az embernek van egy gyereke, vagy nincsen. Ez a könyv nagyon sok és nagyon hasznos módszert, gondolatot, értéket fogalmaz meg. Megjelöltem már három helyet is, ami nagyon tetszett, és egyet szeretnék nektek felolvasni, vagy hát beleolvasni. A szertartásokról van benne szó. Családi életünk szertartásai megjelölik a pillanatokat és emlékeket formálnak. Az év különleges pillanatai köré kialakíthatunk szertartásokat, ilyen például a születésnapok, az ünnepnapok, az évszakok, évszakfüggő kézműves tevékenység, étel, séta, nyári vakáció, rendszeres heti szertartások, például péntek délutánonként séta a parkban, vagy valamilyen különleges vasárnapi reggeli.
Idővel a szertartások megszokottá válnak a gyermekünk számára, várni fogja őket, és gyakran ezekre a dolgokra emlékszik majd leginkább a gyermekkorából. Ha a szülők különböző háttérből, kultúrából, országból származnak, ez nagyszerű lehetőség arra, hogy ezeket egyedi módon megünnepelve megteremtsük a mi saját családi hagyományainkat. A szertartásokat kialakíthatjuk az étel köré, az énekelt dalok köré, az ünnepelt személyek köré, vagy valamilyen tevékenység köré, mint például lakásunk évszaknak megfelelő feldíszítése. Szóval ez is csak egy részlet, de nagyon tetszik az, hogy ennyire a lelki, szellemi, mentális értékekre is ki van hangsúlyozva ez a könyv, az a pár részlet, amit eddig elolvastam, és biztos vagyok benne, hogy most is fogom forgatni még, de amikor oda kerülök, hogy kisbabánk lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon aktívan fogom ezt forgatni, mert szerintem egy nagyon jó tanácsadó lehet. Úgyhogy nagyon tetszik ez a könyv. Képzeljétek el, a tesómtól karácsonyra megkaptam Herendi Kata és Szabó Eszter Judit újabb kötetét, a 20 önismereti kérdés és válasz. Ennek az első részéről már beszéltem nektek, ez a kapcsolatokról szól. Ebbe is beleolvastam már, de még nem olvastam ki teljesen, zseniális fejezetek vannak benne, és van is ugye egy ilyen könyvajánlós videó, ami konkrétan az elsőről szól, az önismerettel kapcsolatban. Ebben is nagyon király fejezetek vannak, és nagyon tetszik, hogy a párkapcsolatra, a kapcsolatokra, bármilyen kapcsolatra fókuszál ez a könyv, úgyhogy ezt is nagyon tudom nektek ajánlani. Krisztiántól pedig megkaptam a Mély Levegő Projektesek elmerülő könyvét. Hát egyébként is a Mély Levegő Projektes Instagram oldal zseniális, nagyon sokat inspirálódom onnan, tanulok onnan, informálódok, és ebben is, hát az, hogy könyvformájában, ráadásul az, hogy egy ilyen több száz oldalas könyv formájában megjelent az ő projektjük, szerintem zseniális, és nagyon tetszenek benne az illusztrációk, az, hogy olvasható, olvasmányos, hogy vizuálisan is megragadja az embert, hogy nagyon fontos gondolatok vannak benne, és tényleg azt tudom mondani, hogy az, amit ők létrehoznak, az egy hihetetlen nagy érték, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért. Akkor tervezők, ami 21-ben az egyik kedvencem volt, az Sandinak, a tervező dizájnos tervezője, hát tele van ez a tervezőm, tényleg már a végén naptárként is használtam, úgyhogy nagyon szeretem, és még ami van benne hely, azt még ki fogom használni, szóval nagyon tudom nektek ezt ajánlani. És igaz, ez egy 22-es naptár, a 21-es az most pont nincs itt a közelemben, és nem akarok felállni, de Fatinak a lifestyle bookja, ez most a 22-es, ezt használom már most, és már vannak benne kis jegyzetek, úgyhogy ebben fogom tervezni a 22-es évet, és 21-ben pedig szintén használtam a lifestyle bookját. Mindekkor témában nagyon büszke vagyok az uncsitesomra, Lilire, ő a hímző kuckónak a megálmodója, és ilyen gyönyörűséges hímzéseket készít. Van pólóm is tőle, és egyébként nagyon szép az Instagram oldala is, úgyhogy majd ezt is belinkelem nektek, és nézzétek meg, mert nagyon büszke vagyok rá. Akkor Jócsitól kaptam ezt a Beagraphics-os illusztrációt, tudjátok, amin Krisztiánnál vagyunk a Gilmore-ház előtt, és nagyon szeretem, nagyon fontos éke az otthonunknak. Akkor gyertya, egyértelműen End Your Stories, a Pumpkin Pie gyertyát hoztam csak ide, de körülbelül 10-valahány darab gyertyánk sorakozik üresen odakint, mert a Gardenbe vissza szeretném vinni az üvegeket, hogy újra tudják hasznosítani. Az őszi és téli időszakomat is az End Your Stories gyertyák támasztották alá, segítették, hoztak minket hangulatba, és a szüleim is nagyon megszerették, otthon is Miskolcon van több End Your Stories gyertyánk, úgyhogy nagyon hálás vagyok az End Your Stories-nak, azért is, hogy vásárolhattam, és hogy kaphattam is tőlük terméket, mert zseniális. És akkor utolsó témakör, a ruházkodás, az outfit. Ide húzom, amiket ide hoztam. Amit ide hoztam, hogy időrendben haladjunk, az először is Jócsinak a nyári ruhája. Ugye a fotózás is nagyon nagy élmény volt, és imádom ezt a ruhát. Az anyaga zseniális, az, hogy ilyen öv van hozzá, tudom öv nélkül is, nagyon szeretem ezt a kivágását elől-hátul, és külön ez a pántit szerintem nagyon-nagyon egyedivé teszi, úgyhogy ez a ruha, hát imádtam, egész nyáron hordtam, és most biztos, hogy most is fogom, úgyhogy nagyon szeretem ezt a ruhát. Akkor még Julcsinál maradva a pulcsik. Jócsi pulcsik. Itt van a Hug Yourself-es pulcsim. Ennek nagyon-nagyon-nagyon örülök. És az Ice Mask-nos. Mindkét pulcsi hihetetlen puha, gyönyörű színű, fontos gondolat van rajta, Jócsi terméke, úgyhogy óriás kedvencek ezek 2021-ben.
Akkor Salon Sophie. Most, amit itt láttok rajtam, ez az új kollekcióból gyönyörű színű hosszú, nagyon jó az anyaga. Egyébként megmutatom, hogy ez a lila body van most alatta rajtam, body, miket beszélek, top, felső, és ide hoztam még egy színt, ezt a kékeset. Nagyon szeretem ennek a fazonját, és képzeljétek el, hogy itt ilyen kivágású, itt pedig sima, és lehet így is hordani, hogy ez van elől, meg úgy is, hogy ez van elől, szóval még változatos is lehet. Nem látszik meg rajta az izzadság, olyan, mintha tényleg így vajat húznál magadra, hát én állandóan ezekben vagyok. Gyönyörű színekben van, és nagyon-nagyon ígéretesnek érkezik a 2022-es év így a Salon Sophie-val. Nagyon szeretem Zsófit és a termékei is. Tényleg aktív használóként mondom, hónapok óta állandóan ezekben vagyok, hogy nagyon-nagyon jó, nagyon jó. Akkor olysó. Ez a kis itthonkás nadrág, amit vettem. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon puha, úgyhogy ezzel megajándékoztam magam. Ez a zokni, az egyik kedvencem az olysóból. Nagyon puha, vastag zokni is lettem így ebben az időszakban. Nagyon-nagyon állandóan ezeket hordom. És ez az egyik kedvencem, ezt anyáiktól kaptam karácsonyra. Vaj, puha. Egyszer, hogyha valami csoda folytán lehetne egy márkám, amit nagyon szeretnék, akkor tuti, hogy az első irányultságom az ilyen kötött zoknik lennének. Nem tudom, hogy ezeket hogy lehet megcsinálni, de nagyon szívesen kitalálnám és megtervezném a mintákat. Anyagot is választanék, viszont a gyártását ugye azt nem tudnám menedzselni, de hú, nagyon szeretnék egy ilyet. Nem tudom, hogyha van valamilyen magyar kisvállalkozás, akik zoknikra specializálódtak, akkor kérlek szóljatok, mert nem ismerek ilyet itthon Magyarországon, de nagyon érdekelne. Az Etsyn szoktam látni ilyen nagyon király kézműves zoknikat, úgyhogy hú, ez nagyon-nagyon érdekel. Akkor ez egy ilyen fejpánt a Bijou Bridget-ből. Ott vettem magamnak még karácsony előtt, és hát most a hétköznapi szettekhez, amikor általában kényelmes és sportos dolgokban vagyok, ritkán öltözöm ki, azokhoz nem illik, de alkalmakra szerintem gyönyörű. Én imádom, nagyon-nagyon kényelmes egyébként, mert egy ilyen bársony pántom van rajta, és annyira szép a kidolgozása, és szerintem nagyon jól mutat kiengedve is, coffal is, kontyal is, úgyhogy ez az egyik ilyen kis éke a készletemnek. És még egy dolgot megmutatok. A tesóm barátnőjétől kaptam karácsonyra a rózsakvarcom mellé többféle ilyen követ. Még nem tanulmányoztam át, mert nem volt időm pontosan, hogy melyik micsoda, de ő amúgy leírta nekem. Mindegyik elvileg így szorongás, fáradtság ellen van. És szeretnék egy kicsit ebbe az irányba is elmerülni. A csodás City Ferizes lányoktól kaptam holdnaptárat, és egyébként Meton du Moon Esternek is a workshopjaira szeretnék eljárni, és az Insider tematikáját is szeretném nagyon megismerni, úgyhogy nagyon sok, nagyon kedves emberrel és hihetetlen inspiráló személlyel találkozhattam és márkával 2021-ben, amiért nagyon hálás vagyok. Ebből a szempontból nagyon impulzív és változatos és tartalmas évem volt, úgyhogy amennyire bennem van a melankólia és vagyok fáradt, annyira izgatott is vagyok a 2022-es év miatt, mert ezek az emberek és ezek a márkák, akiket megismerhettem, csodálatosak. Úgyhogy kívánom nektek azt, hogy az ilyen apróságok is tudjanak örömet teremteni az életetekben, és a nehezebb napokon, hogyha épp csak a semmire van szükséged, és arra, hogy feldobj egy arcmaszkot, belebújj egy puha gatyába, és olvass egy tök jó könyvet, vagy nézz egy tök jó sorozatot, sorozatok, nagyon ráfügtem az Office-ra, hihetetlenül, a Netflixen fent van, hihetetlenül komfortos az az érzés, amit ad az a sorozat, úgyhogy azt is tudom nektek ajánlani. A Witcher-t is megnéztük Krisztiánnal a Netflixen, én nagyon szeretem az ilyet, a Trónok harcáért is odáig voltam, a Witcher is zseniális volt, úgyhogy annyi minden jó dologgal körbe vagyunk véve. Szeretném, hogyha akkor, amikor nagyon szar hangulatom van, akkor eszembe jutna az, hogy most például milyen jól érzem magam, és tudom, hogy minden ilyen, és hogy az az egyensúly, amire vágyom és amit szeretnék, az nem egy folyamatos dolog, hanem szakaszokra vonatkozik, de kellenek azok a szakaszok, azok az egyensúlypontok. És most kicsit azt érzem, hogy lehet, hogy rohanok, lehet, hogy sietek, lehet, hogy fáradt vagyok, nincs időm dolgokra, vagy nem úgy van időm rá, de
mindig vannak pontok, amikbe tudok kapaszkodni, és ezeket vadászom. Úgyhogy remélem, hogy 2022-ben is itt lesztek velem. Igyekszem gyakrabban tartalmakat gyártani, de Julcsi tanácsát megfogadva, és a magam belső érzéseit is, akkor és úgy tudok videót csinálni, amikor jobban vagyok, vagy jól érzem magam, mert egyébként akkor nem tudnék azt adni, amit szeretnék. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Igyekszem, ha nem is pont mindent belinkelni a videó le, mert azért elég sok terméket hadartam most el nektek, de a márkákat igen, és ha bármilyen kérdésetek van bármivel kapcsolatban, Instagramon most elég sok kéretlen üzenetem van, tudjátok, amiket így még nem nyitottam meg, de azokra is próbálok fokozatosan válaszolni, és tényleg keressetek nyugodtan, mert szívesen válaszolok, és igyekszem is. Remélem, hogy jól vagytok, vigyázzatok magatokra, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!